Magyarország kormánya az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójához kapcsolódóan az azonnali tűzszünet és békekötés melletti álláspontjának megerősítésére egy békepárti nyilatkozatot nyújtott be az országgyűlésnek, amelyet a parlament 2023. március 31-én elfogadott. Szitakároly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke ezzel kapcsolatosan nemrég levélben fordult a hazai önkormányzatokhoz, azt kérve tőlük, hogy csatlakozzanak a békepárti határozathoz, és mondjanak határozott nemet a háborúra. Tisztelt képviselőtársaim! Én magam is hiszem, hogy a békeálláspontjának a képviselése nem csak erkölcsi kötelességünk a jelen kihívások helyzetében, hanem a makujak által ránk ruházat felelősségünk is, mert ezzel jelezhetjük, hogy a városomban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek a hétköznapokban. És ezt a, ezt a, biztonságot csak és kizárólag a béke garantálhatja. Az előterjesztéssel kapcsolatosan Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció képviselője a kormány békepárti nyilatkozatának elfogadása helyett egy ENSZ közgyűlési határozat szövegét javasolt a módosító indítványában. Mágori András azonban felszólalásában az eredeti előterjesztés mellett állt ki. Nekem Magyarország az első, maga eszközeivel semmiféle idegen érdeknek nem hagyott kiárusítani az országot, a rendszerváltás óta elért eredményeinket, különösen amelyeket 2010 óta vittünk véghez, nem szeretném, ma bármi veszélyeztetni. Nincs olyan név, ami felülírná a gyermekeink békés jövőjének biztosítását, a szabad, egyre gazdagodó Magyarország álmát. Én ezért állok a béke pártján. Círbus Gábor felszólalásában azt hangsúlyozta, az orosz-ukrán háború rendkívül nagy gazdasági károkat okoz Magyarországnak, ezért is helyesen teszi a kormány, hogy a béke mellett áll ki. Nyilván ez mindenki tudja, hogy nem Oroszország és Ukrajnáról szól, hanem ez ennek sokkal mélyebbre nyúlnak a gyökerei, és ez két nagyhatalomnak a háborúja és csatája. Nyilván ebbe józan észel Magyarországnak abszolút nem kell részt vennie. Hadik György az ülésen úgy fogalmazott, ő orvosként az emberi életek védelmére esküdött fel, ezért nem állhat a háború pártjára. Míg Botli Kanita anyaként is aggályosnak tartja, hogy fiainkat a harc tére küldjük. Kovács Sándor hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy egyetlen ország sem tud háborús körülmények között fejlődni. A képviselő testület többsége végül egyetértett a kormány békepárt nyilatkozatához csatlakozással, Mucsi Tamás azonban még a szavazás előtt elhagyta a termet, és csak a napi rendi pont elfogadása után tért vissza. Az ülésen a képviselők többek között megszavazták a beszámolókat a város vagyonának alakulásáról, a Makói rendőrkapitányság, a Maros menti polgárőregyesület és a Kiszombori határrendészeti kirendeltség 2022 évi tevékenységéről. Döntöttek a Makui óvoda intézmény vezetőjének következő öt évre szóló újra kinevezéséről, valamint Varga Ferenc a polgármester indítványáról, hogy Sánta Sándor nevét kapja a Honvédváros részben épülő új közösségi ház. Ez utóbbiakról az elkövetkezendő napok híradóiban részletes tájékoztatást láthatnak.